Isten eleve elrendelte, örök időknek előtte. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott engem minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott engem ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyek én szent és fedhetetlen ő előtte szeretet által. Eleve arra rendelt engem, hogy a maga fiává fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jókedve szerint. Megismertette velem az ő akaratjának titkát az ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában. Ő benne, Krisztusban vettem az örökséget, amelyre előre elrendelt engem az Atya Isten a saját végzése szerint. Isten megismerteti velem az ő dicsőségének gazdagságát, mint az irgalom edényén, melyet eleve a dicsőségre alkotott. Az Atya Isten megtartott engem, és hívott szent hívással, nem az én cselekedeteim szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékem Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Isten a Krisztus titka felől, amely örök időktől fogva el volt rejtve az Istenben, úgy rendelkezett, hogy ismerté legyen most a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége. Az örök korokban előzetesen tett elhatározását pedig meg is cselekedte a Krisztus Jézusban, az én Uramban. Isten végzése szerint hivatalos vagyok, mert Isten eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatos legyek. Isten eleve elrendelt, elhívott, megigazított és megdicsőített. Mindenkor háladással tartozom az Istennek, mert kezdettől fogva az üdvösségre rendelt engem az Isten, a szellem megszentelésében és az igazság hitében, amire el is hívott engem az evangélium által, hogy részese legyek az én Uram Jézus Krisztus dicsőségének. Az igazmondó Isten örök időknek előtte megígérte az örök életet. Az ő alkotása vagyok, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjak. Megigazultam ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az ő vérében, hit által, hogy megmutassa az ő igazságát, mert hosszú tűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket. Ki vagyok választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség adassék nékem bőségesen. Drága vérem váltattam meg, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén, aki eleve el volt rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén én érettem. Ő a bárány, aki megöletett e világ alapítása óta. Hálával teljes a szívem, mert az én szabadságom, amellyel bírok a Krisztus Jézusban, az Isten fiainak dicsőséges szabadsága, melyre Isten örök időknek előtte eleve elrendelt és elhívott. Amen.